Kedd este a Hagymaházban a Sóder Klub két humoristája, Kovács András Péter és Kőhalmi Zoltán dolgoztatta meg a makóiak rekeszizmát. Olyan kérdéseket boncolgattak, amelyek saját magukat is foglalkoztatják. Kőhalmi Zoltán Szentesen született, Szegeden járt középiskolába, így makói ismerősei is vannak. Elárulta, szereti munkáját, hiszen rugalmas, ám nem könnyű minden nap megnevettetni a közönséget. Hát van egy elképzelés az emberek, nyilván van több meló van benne, mint ami látszik. Ugye az a jó, hogyha annyi látszik, hogy kimegy az ember és csak szórja a poénokat. Nyilván van több készülés van benne, de hogy végül is aztán mi történik a színpadon, az főleg a közönségen múlik, hát, hogy merre tereli a beszélgetést. Mi igyekszünk nyitottak lenni a közönség felé, ez egy fontos dolog. A humorista azt is elmondta, hogy minden előadás előtt tornázik és kánázik az öltözőben vagy éppen az autóban. Kovács András Péter 3 gyermek édesapja, ezért jó, hogy napközben gyermekeivel lehet. Bár régóta áll már színpadon, mégis minden előadás előtt ideges. Én állandóan izgulok, mindig be vagyok tojva, és aztán van, hogy ez nagyon-nagyon sokat hozzátesz a fellépéshez, és ez a pörgés, ami az izgalomba jött, az átcsap utána ilyen színpadi eufóriába, van pedig, hogy pont, hogy elfáradok benne, de hát nem lehet tudni, mi lesz. A két vendég aktualitásokat próbált kivesézni a 3/4 óra alatt. Szóba kerültek a tipikus magyar dolgok is, olyan hungarikumok, amelyek bennünket, magyarokat jellemeznek. A makói közönség nyitott volt ezekre a poénokra, abban viszont megoszlottak a vélemények, hogy melyik Sóder klubos a kedvencük. Kis Ádám, Kovács András Péter, Katázik, mind jó igazából, hogy van jó poénja, humorja. Az a baj, az én kedvencem az most nem lép fel, de egyébként jobban szeretem Kőhalmit. A humoristák azt is elárulták, hogy saját életükből merítenek, persze kicsit megspékelik ezeket a történeteket. Előadásuk végén két szerencsés sorsoltak ki, aki másodmagával érkezhet a következő este novemberben. Azt érzem, mint amit én éreztem gimnáziumban, hogy minden autócég ezt csinálja, csak ők buktak le először. És nálunk is gimiben már mindenki puskázott matek órán. És én is így akkor így súnyba lopva elővettem, és abban a pillanatban, Kovács!